Az átszervezésnek köszönhetően valószínűleg minden idők legerősebb férfi másodosztályú bajnoksága rajtol el pénteken. A legutóbbi szezon legjobban szereplő keleti és nyugati csapataiból összevont piros csoport 14-es mezőnyében ott van a Nyíregyháza Blue Sharks is. A kékszápákhoz három játékos érkezett a nyári szünetben. A nyíregyházi nevelésű, Zalaegerszegről visszatérő Cinger Zoltán és a legutóbbi szezont az Egyesült Államokban töltő, szintén nyíregyházi Vida Zoltán mellett az amerikai Eddie Delegál számít új szerzeménynek. A csapat célja a legjobb négy közé kerülés. A rendszer átalakításával ugye most már országos kiterjedésű lett a másodosztály is, a B csoport is. Rendszer átalakításával nagyon sokat erősödtek, és a legjobb csapatok kerültek ide ebbe a piros csoportba. Bízom benne, hogy azért ennek a küzdelmeit is fel fogjuk tudni venni, és ezt a ritmust is fogjuk tudni teljesíteni, és mindenképpen örülnénk annak, hogyha a csapatunk az első négy hely valamelyikét meg tudná szerezni majd a bajnokság végén. A felkészülés során azért látható volt, hogy bizonyos alapdolgokat csak át kellett ismételnünk, és nem újra vissza kellett lépni az elejére, de azért ez még a szezon folyamán fog kiderülni, mert kell tovább lépnünk, kell megújulni folyamatosan. Ugye a csapatok egyre többet készülnek egymásból, szerencsére egyre jobban fejlődik ez a része is a kosárlabdázásnak, és éppen ezért elengedhetetlen, hogy mérkőzésről mérkőzésre változtassunk és fejlődjünk. Ehhez persze a játékosok is kellenek, akik tudják fogni, és tudják végrehajtani is azt, amit szeretnénk. A nyitófordulóban a kékcápák annak a bonyhádnak az otthonában lépnek pályára, amelyik az elmúlt években többször is bajnok lett a másodosztályban, de aztán később nem indult el az élvonalban. Nagyon kemény mérkőzésre számítok, én úgy gondolom, hogy kis dolgokon fog múlni a győzelem. Próbálunk ugye felkészülni a bonyhádból, de ugye ilyenkor nehéz, mert még nincsen semmilyen mérkőzés, nem játszottak le, nehéz így felkészülni. Így a statisztikák alapján készülünk a mérkőzésre, de mindenképp nyerni szeretnénk holnap. A nyitóforduló további párosítása a következő: MTK Török Bálint Hódmezővásárhely, Oroszlány Győr, Békés Vasas, PVSK Miskolc és Nagykőrös tehetséges fiatalok.